Sziasztok, nem nagyon szoktam ilyesmivel foglalkozni, de mint tudjátok, próbálom megtalálni magamnak és nektek is azokat a lehetőségeket, amelyek kimagaslanak igazából a többi közül, és remek passzív jövedelmet generálhatnak bárkinek. Ez a buy -swap is egy ilyen lehetőség. Ez a Bicep gyakorlatilag egy Binance által támogatott decentralizált tőzs, de a pancakeswap lehetne leginkább hasonlítani. Megmondom őszintén, hogy a pancakeswap nem nagyon használtam, vagy csak néhány esetben használtam. Nekem olyan napig nem igazán tetszik maga az oldal sem. Persze ugye itt ezeknél az oldalaknál nem ez a lényeg, hogy most milyen szép de akkor is számít szerintem ez például nekem erről az oldalról a pepsi a színei jutnak eszembe, nagyon szép a menü, szépek a színek, még a logója is ilyen pepsi kicsit teljesen jól átlátható, tényleg az összes menüpont minden, mindenkinek, még a kezdőknek is tudom ezért ajánlani, nekem is szerintem ezért így egy pár óra alatt így teljesen jól átláttam az egészet, nagyon sok mindent tudunk ezen az oldalon csinálni, többek között lehet váltani, itt az Exchange menüpontban, ezt gyorsan meg is mutatom. Ez itt bal, bal főső sarokból ugye a második menüpont. Itt ugye tudunk bármit váltogatni. Nekem most van BMB, meg is mutatom gyorsan. Be, beállítom, hogy BMB de egyébként itt, hogyha ráklikünk a BNB-re, akkor jön ki a többi. Ugye a BSV, ez a saját tokenje a, a BiceFetnek. És akkor itt tök egyszerűen lehet, mit tudom én, most 0,1 BNB-t átváltok BSV-re. És akkor ez 57 dollár lesz swap, rányomok, ugye itt fönt a bnb t alul a BSV-t, le kell okézni, ugye ez hozzá kell ez az oldalhoz csatolni, egy Binance, én például a Binance Smart Chain wallet csatoltam hozzá, de ugye Metamaskot, bármit hozzá lehet csatolni, itt kírja, hogy mennyi a fi, lekonfirmálom, és kész is, és át is váltotta nekünk, ez majd a későbbiekben fontos lesz, mert itt, amit látjátok itt fönt, ezen a kis színátmenetes kis panelen, itt, hogyha ti váltogattok oda-vissza, akkor vagy BSV tokent kaptok, tehát hogy kaptok egy kis hát ilyen visszafizetés -szerű dolgot, vagy RB pontot, azaz ezt a Robi boostot kapjátok, ami meg ahhoz lesz fontos, hogy majd az NFT-ket azokat ezzel tudjuk fejleszteni. Gyakorlatilag szinteket tudunk lépni majd a robot robotjainknál is. Minél magasabb szintű egy robot, annál több passzív jövedelmet fog nekünk generálni, de ezt majd elmondom nem sokára. A lényeg, hogy ezt majd ezen a kis fogáskeréknél itt érdemes átállítani, hogyha erre rányomtok, ez azt hiszem alapból itt a fele, felénél volt, ez azt jelenti, hogy kaptok ugye ilyen free return a BSV tokent, vagy Robi tehát hogy mit kértek gyakorlatilag, ezt, ezt itt, hogyha a robotokat akarjátok fejezni, akkor érdemes eltolni teljesen erre, hogy 100% Robi Boostot kapjatok tehát ugye így fognak jönni nekünk a pontok, de ezt majd hamarosan el fogom mondani részletesebben is. Van itt még formulási lehetőség, a Launch menüben tudunk stékelni. Itt, mint látjátok, én itt a bal felső, ez az Auto -hoz tettem be már itt 1100 dollárt. Hát itt csak a teszt raktam be, ugye ez az Auto Compound, ez az, az, az 126, vagy 127 os most ennyit ad egy évre, Ö, nekünk. Eb, ebben az a nagyon jó, hogy magától néhány percenként igazából visszaforgatja, a kamatos kamat elv működik itt, tehát itt nem kell nekünk semmit csinálni, berakjuk a pénzt, vagy igen a dollárt, vagy BSV-t igazából, és akkor hozza magától, forgatja vissza, és jön nekünk a kis ö, BSV tokenünk folyamatosan. Tehát, hogy itt, itt tényleg itt nem is kell ránézni, nem is kell bejönni az oldalra, itt hagyhatod egy évre is, tök mindegy, itt jönni fog magától neked, és szépen hozza ezeket. Itt a többi, többinél egyébként, ez ugye csak itt az autokampagnál, ugye ez is a neve, hogy magától visszafordul, és a többinél is van egy csomó egyébként, itt viszont nekünk kell leharvesztelni, itt van ez a kis harvest gomb, hogy leszüreteljük. Tehát, hogyha ilyeneket csinálunk, akkor itt, itt, itt mit, minden este belépünk, és akkor rányomunk, és akkor leszüreteli nekünk a kis, kis, hozamot, amit utána vissza tudunk forgatni. És akkor is érkeztünk szerintem a legjobb pofább dologhoz az oldalon, amivel természetesen passzív jövedelmet is tudunk generálni és még egy kis játék is van benne. Kicsit ahhoz tudnám amúgy hasonlítani, mint régen biztos hogy ti is játszottatok. Voltak ezek a ufós, meg, meg tevét nevelős ilyen, hát én nem is tudom már, az, az mobilos játék volt, vagy, vagy weboldal volt, tök mindegy. Tehát, hogy fejleszgettük a kis, kis állatkánkat, vagy ufónkat, és akkor azoknál akar lehetett szintet lépni, ilyen olyan pontokat kaptunk, meg ilyesmi. Na, ez tök hasonló. Annyi a különbség, hogy itt, hogyha szépen csináljuk, akkor egész jó kis jövedelmet érhetünk el. Uh, amit különböző koinokban kapunk meg, de ne szaladjunk ennyire előre, nézzük szépen sorjában az egészet. Az NFT-kről NFT lenne szó, ugye ezt gondolom már kitaláltátok. Itt egyébként az NFT uh, launch padra kattintva látjuk, hogy jelenleg elget az összes kis robot, amit lehetett vásárolni a 20 bsf tokenért. Mm, nagyjából a, a BSV az ugye most ilyen 1 dollár körül mozog. Egyébként ezt itt a alján mindig látjuk most 0,916, ez egy-két napja 1,2 volt, volt több is, volt kevesebb is. Tehát ez, ez most még ilyen elég, elég jó áron van, ugye nemrég indult ez az egész. De semmi pánik, mert a napokban nyílt meg a saját NFT marketplace-ük, ahol már dogivel lehet vásárolgatni, meg váltogatni ide-oda a robotok között. De mielőtt megmutatnám ezt a marketplace -t? nézzük is meg, hogy én hogy állok most jelenleg. Itt oldalt az NFT Earn menüben, hogyha rámenjünk erre, hogy NFT Staking, itt lehet, itt lehet ugye a robotokat, itt látjátok is, hogy nekem már van két ilyen hármas szintű robotom, ezzel már itt megszembettem egy pár napon keresztül, de ezt majd mindjárt elmondom, hogy hogy csináltam. Hogy itt, hogyha megnézzük ezt az elsőt például, itt látjátok, hogy ugye ez level 3-as, tehát itt írja is, hogy a 6 level a max, és ugye ez 3-as szintű, és Robi Boost pontja az 762 van az 1000-ből, tehát 1000 lehet elérni. Ez így eddig világos. A másik ugye az 573 ponttal áll most, én amúgy úgy csináltam, hogy ezt az első teszt, ezt, ezt, így, ezt így egyes szintű, hat darab egyes szintű kis ilyen robotot vettem. Ugye, ha, tehát az a lényeg, hogy hat darabból lehet csinálni egy kettes szintűt, kettes szintűből viszont öt kell ahhoz, hogy egy hármas szintűt kelljen csinálni. Tehát ez mindig, hogy megyünk egyre följebb, egyre kevesebb kell ez jó, de, van, de mindjárt meg fogom egyébként mutatni a felületén, és akkor jobban fogjátok látni, így szemléltetve. A lényeg az, hogy ezzel én így megszenvedtem itt napokig, itt váltogattam ide oda, meg mit tudom, én ezt a, há ezt a másik háromasat én ezt vettem, ez sikerült egy elég jó áron, most nem is tudom már, de valami 1800 dollár körül vettem, a, egyébként ezeket ilyen 5000 körül adják, tehát hogy mm, úgy voltam vele, hogy így idézőjelben, ez, ez megérte azt, hogy nekem ne kell itt napokig nyomkodni, de majd mindjárt kiszámoljuk, és akkor meglátjátok, hogy kb. ez mennyi munka. Uh, itt látjátok, hogy nekem ezek be vannak ugye stékelve ugye itt ánsztékelni tudom, de ez azért van, mert már besztékeltem őket, és ezek, ezt így tegnap óta hozta nekem, nem is tudom, tegnap délután valamikor hogy stékeltem őket, tehát itt látjátok, hogy hozott már 10 ilyen BSV pontot, VBMB-t, USD-t, és ez a BFG, ez egy másik ilyen nft valami mosómedvés oldalnak a, a, a tokenje, de ezt még annyira nem néztem meg, amit hogy azt a oldalt még nem néztem meg nagyon, de majd szerintem azt arról is lehet, hogy lesz videó később. De a lényeg, hogy itt a kell gombbal tudjuk uh, megnézni, hogy, hogy uh, mennyi pénzeket lehet itt elérni. Nekem ugye most ez a kettő összeg, a 762 meg 573, 1335, tehát itt látjátok az alsó sorba, hogy nekem ez havonta most az 542 dollárt a jelenlegi árfolyamon. Ez azért nagyon fontos, mert most tegnap óta esett egy kicsit, és tegnap ez még mit tudom, hogy 600 mennyi volt. Tehát, és ugye láttátok, hogy ez a, ez a BSV token, ez most én 1 dollár körül van, de hogy ugye mondjuk egy pancakeswap vagy, vagy indulunk ki, akkor ez könnyen meg lehet, hogy mit tudom én, egy éven belül ez 20 dollár körülre is akár elérhet, főleg mi a Binance van mögötte, itt a jobb sorokban erre a szerti feliratra kattint, hogy egyébként meg tudjátok nézni a biztonsági besorolását, tehát ugye, el el elég jó kis projektnek tűnik szerintem ez, vagy hát oldalnak, nem is projekt, mindegy, ö lényeg, hogyha ugye nyilván, hogyha most ez a 1 dollár helyett 20 dollár lenne, akkor ezek 20 annyit fognak termelni nekem itt, tehát ezt szorozzátok föl szépen. És itt tök jól egyébként kiírja, hogy ebből ugye, itt most ezt egy hónapos intervall, vagy uh, nézzük igazából, itt ugye ennyit fog egy hónap alatt hozni nekem BSV tokenből, ennyit USDT-ből, ennyit a másik coinből és WBNB-ből, meg ennyit. Tehát itt meg a negyed évet látjuk. Tehát itt tök jó ki lehet számolgatni, hogyha nektek mondjuk van egy darab első szintű robototok, az ugye egy pont első szintű, amit megvesztek alapból, az, az ennyit hoz, hát ez igazából nem sok. De, de itt tudjátok számolni, hogyha van hogy mondjuk 15 darab robototok, és egyik 4, 4, 4 Robi Boost ponttal rendelkezik, a másik 20 al a harmadik 50 össze-vissza, összeadjátok, hogy nem tudom, 50 vagy 65 mondjuk, és akkor az ennyi, dol, ennyi pénzt fog nektek hozni. Tehát itt lehet így kalkulálni, nekem ez nagyon tetszik, mert tök átlátható, meg, meg egyszerű, tehát így nyugodtan lehet így tesztelgetni azt. Itt, hogy rákattintunk egyébként a NFT Market menüpontra, akkor bejön ez, itt van a Marketplace. Itt látjátok, itt most 198 oldalnyi robotot árulnak, tehát egy oldalon meg ennyi van igazából, mennyi ez 12, és itt ugye van egy szűrési lehetőség, ez elég ilyen kis kezdetleges, ilyen kis uh, gagyib szűrő még, de szerintem ezt majd fejleszgetni fogják, mert jelenleg csak a legrégebbi, legújabb, és akkor ár szerint tudunk uh, low, price, és akkor a legolcsóbbak ugye itt vannak, de itt van bmb van bsv USDT, tehát minden, mindenfélét ide ki, ki listáz nekünk ez az oldal, uh, Egyébként azt néztem, én amikor egy, hát nem is tudom mikor, 4-4-5 napja kezdtem kbl el, akkor ezek a robotok, ö, ilyen, hát ilyen 25-40, 25-40-ig voltak BSV, BSV tekintetében. Most már azt hiszem, hogy elkezdte kicsit fölmenni, tehát inkább már ilyen 30, 30 az mondjuk az átlagár mondjuk azt, mert láttam már kicsit olcsóbban is, de inkább ez a 30-40-50 ilyesmi áron vannak tehát mondjuk a 30-asokat szerintem el lehet És ugye ez a robot például, hogyha ezt nézzük, akkor ez egy egyes szintű, ez a Robi Boost pontja, tehát hogy neki egyes szintje, ez egy tök full alap egyes szintű robot, most ez itt 46-ba kerül, de ez, ez is 46, ugye nem tudom, itt ez 90, tehát hogy azért mondom, hogy teljesen változó. Most azért csak az egyes szintőket nézem, mert itt van 33 ér egy, tehát itt ki lehet fogni azért. Ugye itt, itt például ez a robot, ez meg 75, mondjuk ez, 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 ugye BUSD, de itt ez látjátok, ez tízes szintű már, tehát ezt fölfejlesztették tízes szintre. Az a lényeg, hogy ez ilyen szürke egyes szintű robotokat, ezt egyes szintről indul, indul és tízes szintig lehet felfejleszteni. Az zöld színűek azok a level 2 egyébként itt is látjátok itt a jobb felső sarkában olyan szép halványán, hogy ez level 2 ez level 4 Tehát a ketteseket azokat, azokat meg föl lehet fejleszteni, ugye, hogy is van, hogy százig, igen, a ketteseket százig lehet fölfejleszteni, a hármasokat, ami nekem van, az a kék, azt meg, azt meg ezer, Robi és akkor ezt mindig itt látjátok. De általában azt vettem észre, hogy akik így kirakják ide a Marketplace-re, mindig ilyen alapszintűeket tud, tehát ez a level 2-es, ez 66-osról indul, mert ugye úgy működik, tehát úgy tudsz egy ilyen zöld robotot csinálni, hogy ilyen kis, ilyen robotból, tehát szürke, egyes szintű, de 10-es Robi rendelkező robotból hatott össze merge az gyakorlatilag, tehát összeolvasztasz, és 6 darabból lesz egy darab ilyen robotod, és ugye itt már azért indulsz 66 Robi Boost ról mert ugye a hülyeség lenne, hogy itt most ebbe beleöltél 6 ilyen robotba hat, 60 pontot, mert ugye 6x10 60, és akkor itt meg most nulláról indulsz, tehát ezért csinálták azt, hogy akkor a 60 pontot beolvad ide, plusz, plusz még 6-ot hozzáadnak, és úgy 66-ról indulsz ebben az esetben a százra kell fölhúzni, és akkor lesz maxos ez a robot. Utána, hogyha level 3-as robotot szeretnétek csinálni, akkor meg ebből a zöldből, tehát a kettes levelűből 5 darabból lesz egy darab 3-as levelű. És akkor ez így tovább egyre csökken, ahogy lépkeditek a szinteket, ugye 6-os szint a maximum. Ez például egy 4-es szintű robot is, ennek már 4421 pontja van, tehát hogy viszont ez már nem, nem is egy olcsó darab a maga 24 ezer dolláros árával. Tehát, ja, tehát, így egy, egy, egyre többet érnek, ugye, és hogyha fog felmenni a BSV token, ugye, amit reméljük, hogy fog felmenni a, a Buysfab oldalon, akkor ugye még többet fognak ezek hozni, meg még többet fognak érni, el is lehet őket adni, tehát minden ilyesmi. Egyébként itt visszatérve ide, most bementem ide a NFT Boost menüpontba, itt lehetne boostolni a robotokat, csak nekem most ezek stékelve vannak, de ha nem lennének stékelve, akkor itt lenne alulra kiírva, hogy ennek 762 pontja van, és oda be tudnám írni, hogy hány Robi Boost pontot szeretnék boostolni ezen. Tehát most nekem itt látjátok, hogy jobb felső 0,81 van, tehát nem nagyon van. Itt azt mutatja, hogy, hogy összesen mennyi Robi Boostom van, tehát ez a két robotom összessége mennyi a pontok. De hogyha itt mondjuk lenne 10 pontom, akkor itt simán lenne egy ilyen kis textmező, textfield, beírnám, hogy 10, Robi Boost, rányomnék egy gombra, és akkor hozzá na 762, és lenne 772. Tehát hogy így lehet ezt fölhúzni egészen 1000 -ig. Tehát ez ilyen tök egyszerű. Ugye a Robi azt úgy kapjuk, hogy a Exchange menüpontban, amit a videó elején mutattam, ott váltogatunk ide-oda. Tehát ott igazából ebből jön a Robi Boost pont a upgrade level az pedig itt van, ez a másik menüpont, itt lehet upgrade robotokat, tehát ugye itt is van, hogy level 2-es robotra rányomok, vagyis alapból is ez van kijelölve, itt látjátok, hogy 6 darab kis hely van, ilyen slot van, tehát hogyha ide akar, tehát lenne 6 darab szürke robotom, ugye, ami már 10 per 10-es, Robi Busta rendelkezik, akkor ezeket szépen itt itt, 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 lenne való a kártyán egy pipa, rányomok, 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 és itt szépen bepakolgatja őket, és utána lehetne ezzel a gomblenyomásával egy level 2 felhúzni őket. És rányomtok ide, látjátok, ide már csak 5 kell a level 3-ashoz, ide már csak 4, 3, és a level oshoz már csak 2 darab level 5-ös kell, de hát az már ilyen csillagászati árak, szóval az még, az még odébb van nekem is, tehát, hogy így szerintem így a lényeget értitek, hogy hogy működik ez. És akkor most egy kicsit számolgassunk, hogy most már nagyjából értitek az oldalnak a részét, hogy épülnek fel ezek a NFT-s dolgok, milyen robot szintek vannak. Számolgassunk egy picit, hogy miként éri meg ezt csinálni, esetleg egyből venni egy nagyobb szintű robotot, mint ahogy én is csináltam az egyik esetben, vagy szépen kifejleszteni szintlépéseken keresztül, több órás nyomkodáson keresztül ezeket a dolgokat. Nézzük akkor ezt meg, hogy hogy miként érdemes. Szóval egy alap robot ára az 20 és 50 BSV között mozog, amit az előbb mondtam. Számoljunk most az egyszerűség kedvével 30, 30 BSV tokennel. Ez ugye, hogyha ezt a videót egy hónap látjátok, már lehet, hogy 50 lesz, nem tudom. Tehát, hogy most 30 al fogok én számolni, tehát ez ilyen mostani, mostani nézőpont szerint van. Tehát az, hogy 6 alaprobotot megvásároljunk, szükségünk van 180 BSV-re aminek uh, tényleg az egyszerűség kedvéért most uh, 180 dollár értéket mondok, mert ugye ez kicsit lejjebb kicsit fejebb tehát egy dollár körül van egy BSV, uh, napokból egyébként volt 1,2 is például. Lényeg, hogy uh, lesz alap, hat uh, alap robotunk 180 dollárért, ezeket uh, felfejleszteni 10-es Robibus szintre, az ugye 9x6, 54 buszpontba kerül, amit ha úgy csinálunk, hogy uh, 1500 dollárt veszünk, tehát én ezt, ja, ezt nem, még nem is mondtam talán, hogy én úgy csináltam, vagy, vagy sok, meg mások is ezt javasolják, hogy ilyen 1500 dollárt legalább érdemes így ide-oda váltogatnunk ugye a exchange menüpontba, és úgy farmoljuk a, a, ugye a pontokat. Tehát, hogyha 1500-ra számolunk, hogy annyit váltogatunk oda-vissza, akkor kb. 3 buszpontot pontot kapunk 1 dollárért, ami 18 dollárra jön ki. Tehát összesen 180 dollárra megveszik a kis alaprobotokat, és 18 dollárért kapjuk meg, úgymond, tehát fejleszük őket föl a 10-10-es buszponttal, és ugye akkor ezeket tudjuk beváltani egy darab level 2-es robotra, amit, aminek ugye alapból 55 Robi van. Tehát a level 2-es alaprobotnak 55 Robi van, szóval 200 dollárnál járunk eddig, nagyjából költségbe, és ezt a robotot még fel kell ugye 34-20 pontért fejlesztenünk, hogy elérje a kette szinten elérhető maximális pontot. Sőt, lehet, hogy hülyeséget mondtam, mert hogy nem, bocsánat, igen, nem, nem 55 Robi busztja van, hanem 60, 66, igen, és akkor így jön ki, hogy 34 en lehet fölfejleszteni a százasig. Jó, ez ugye további mitten 11-12 dollár, most jelenlegi árfolyamon. szóval a lényeg az, hogy maxos buszpontokkal ellátott robotunk nagyjából 210 dollárból van meg. Ez egy maxos, level 2-es, zöld színű robot. Eddig szerintem így, így, nagyjából érthető. A piacon egyébként ezeket, mármint ezen a marketplace-en 400-500 dollár körül osztogatják. Van bsv -ér, van BMB-ér, van USD-tér, mindenért lehet kapni van olyan is, hogy olcsóbban meg tudjuk venni, van olyan, hogy drágábban, tehát ez teljesen változó. Egyébként ezt gyorsan megmutatom, ezt az előbb elfejtettem, hogy tök mindegy, meg akarjuk még ezt a 449-ért meg akarjuk venni, ráklikkelünk, és itt ugye meg tudjuk egyből is venni, de tudunk ö, ajánlatot is tenni. Tehát itt tudunk egy olyan hogy ajánlatot teszünk, és akkor itt kiválasztjuk, hogy még BSV. És akkor beírom, hogy itt tudom én, én, csak 400 adok érte rányom, hogy offer to buy, és akkor igazából tettünk egy ajánlatot, azt elfogadhatja ő, vagy nem fogadhatja el, De tök mindegy, és ezeket, tehát az ilyen ajánlatokat, meg vételi szándékokat, stb. Itt a jobb felső sarokban van egy ilyen My NFT, ez a, ez a gomb, ide rányomunk, és akkor itt fogjuk látni, a, ugye ez a, nekem most én esetben a két robotom, még megvan, itt meg ugye, hát nekem most de van még valami régi, igen, ez még itt maradt. Tehát itt látjuk a Biofest, tehát, hogy ezeket meg akartam én venni, és akkor itt, hogyha erre ráklikkelünk, hogy ezt 20 év árulták, még egy pár napja, szerintem ezt már rég eladták, vagy el is akarják. ugye itt van egy csomó, ez vagyok én egyébként, ez a legutolsó, de itt ugye csomóan így, így adogattak rá. Ugye itt látjátok, hogy enyém az még open, tehát még nyitott, nyitott a pozícióm, de itt már egy csomóan lecancelölték, mert, mert hát ez már napokkal ezelőtt volt, én itt csak elfelejtettem le, mert ezt ugye egy bsv rakta ki, és akkor arra, arra számított az emberke, gondolom, hogy akkor majd jó fölmegy, akik így ugye itt, 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 itt bidelnek rá. Tehát a lényeg, hogy ezeket itt látjátok, hogyha van ilyen eladási ajánlatotok, azt itt látjátok, a bideket is itt látjátok, tehát itt, itt, itt nézelődjetek az a lényeg, a hisztorit is itt látjátok, hogy mi a helyzet. Tehát minden, mindent itt lehet megnézni. De nézzük is akkor tovább, hogyha akarunk szép kék hármas szintű robotot, mert mondjuk belövitek ti is magatoknak, ahogy én, hogy ilyen 1000 dolláros havi passzív szeretnétek elérni, akkor ebben az esetben, ugye hát ez most, ja tehát ugye a két robot az lesz 2000, hát ez most csak 817 dollár, de ugye ez mondom a BSV-től függ, igazából, és most még elég alacsony áron van, tehát hogy hát én nem tudom, nem mondom ez biztosra, de szerintem azért ez fölfele fog menni, főleg ilyen binance a háttérben, meg stb. Tehát ez döntsétek el ti, vagy, vagy én most ezt nem merem megígérni, de, de azért ez szerintem egy elég jó kis oldalnak tűnik. ezért. na mindegy, hogyha szeretnénk, mondjuk ezt, ezt, belőjük magunknak, ebben az esetben szükségetek lesz még 5 darab kis zöld robotra, amit fent ugye kifejlesztettünk az előbb, ami ugye 210 dollár lőttük be, de mondom, ez lehet kicsit több, kicsit kevesebb, így attól függ, hogy mennyire veszük a robotokat, stb. stb. Akkor az mondjuk 5x210, 1050-re jön ki, ekkor már lesz ö, egy alap level 3-as robototok, aminek 555-ös boost pontja van, tehát ez a ez a ugye ilyen kis kék alaprobot, ugye ez 573-as, tehát itt még alig fejlesztettem ezen, tehát 555-ről indul ez, ezt természetesen még szeretnénk felúzni max szintre, ami ugye az ezres, pont, tehát további 445 buszpontra lesz szükségünk, ez további 150 dollárba kerül nagyjából, ugye a ide-oda váltogatás fik miatt, ergo, hogyha mindent jól csináltok, akkor hozzá hát ilyen 1200-1300 dollár körül lehet kihozni egy ilyen maxos level 3-as robotot, ami jelenleg ezt a mondjuk azt 500 dollárt hoz, most kicsit kevesebb, tegnap kicsit több, tehát ja, ez attól függ. Lényeg, hogy ezeket a, do ezeket a robotokat, ugye én ezt a másik robotot ilyen 1008 körül vettem, hogy ilyesmi, de ugye, hát én amit láttam, ilyen, hát minimum ilyen dupla áron szokták adni, tehát ez a 1003-nak a dupla áron 2006, de láttam már 4500-ér is, tehát hogy... Lényeg, hogy szerintem, hogyha van időtök, meg vagy nem tudom, oda tudjátok ültetni, nem tudom, a gyereket, vagy valakit, aki ide-oda váltogat, mert azért az elég idegörlő. Én például úgy csináltam, hogy filmet néztem közbe és így nyomogattam a gombot, így kb. oda sem néztem. Tehát, hogy azért egy jó pár szó meg kell nyom, nyomogatni, vagy váltogatni, viszont, hogyha mondjuk van, nem tudom, 10.000 dollártok, vagy 15, berakjátok, akkor ugye sokkal gyorsabban jön a Robi Úgy én csak 1500 dollárral csináltam. Tehát ez, 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 ez is sok mindentől függ, hogy hogy akarjátok csinálni, hogy hogy tudjátok. Természetesen arra tényleg figyeljetek, hogy ez most még az elején jár nagyjából ez a projekt, tehát, hogy itt még, itt még kisebb összegek vannak, de hogyha ez fejlődni fog, hát szerintem egy alaprobot is mondom, pár nap alatt ment föl legalább 10 bsv fét az ára, tehát ugye ez lehet, hogy nem sokára már 100 BSV lesz egy alapszürke robot. Ugye majd valószínűleg ők is fognak megint, megint árulni, tehát nem csak a Marketplace-en lehet venni, hanem a cég is maga fog eladni, az olcsóbb lesz de nem tudom, hogy ennek pontosan hogy, hogy alakul az, az ára. Egyébként oldal, oldalon van ilyen lottózási lehetőség, és azt kipróbáltam, természetesen nyertem, nem értem semmit, valami egy-két nőttem pár BSV-t beraktam, azt megnézhetitek, azt úgy annyira meg nem néztem, szóval azt arról nem tudok sokat mondani. Az oldal nagyjából, nagy ez most tényleg csak ilyen kis bemutató videó, így működik. Egyébként ugye rá kell kapcsolunk a saját valetünket, ezt itt látjátok is, hogy ugye ez egy ilyen beépülő modul a Chrome böngészőben nekem. Metamaskot, vagy én például mondom ezt a Binance Smart valetemet kapcsoltam össze vele. Ezeket simán például a Chrome böngészőbe bővítményként tudjuk telepíteni, és két kattintásra össze is tudjuk kapcsolni az oldalal. Majd erről csinálok egy videót, hogyha esetleg van rá igény. Nagyjából úgy néz ki, hogy ide a valetra utalunk Binance-ről BNB-t, BNB-t tesszük át a Bicep oldalra, és itt tudunk ugye ebből gazdálkodni, meg ide-oda váltogatni, stb. stb. Arra figyeljetek, hogyha utaltok ide, akkor a Binance Smart Chain network használjátok, tehát azon utaljatok, ne a, ne a sima Binance Chain network keresztül. Szóval igazából így első körben szerintem ennyit szerettem volna bemutatni erről az oldalról, Hát így, így ezzel, is, ezzel is el lehet érni egy jó kis passzív jövedelmet szerintem, és ugye mondom, tehát hogy itt az a, az a nagyon jó, hogy ez a, ez a BSV token szerintem ez még nagyon fog fölfele menni. tehát hogy uh, itt nyilván ez se, egy, ez se egy olyan projekt, hogy két hét múlva veszünk ki a lóvét belőle, tehát ezt ide berakjátok, most tök mindegy, hogy ilyen autókampound, vagy párokat állítottok be, ilyen formulós lehetősége, vagy ilyen NFT, nekem, mondom, nekem tetszik ez a, ez a, robotos téma, szóval én azért is csináltam, ebbe ugye az is jó, hogy, hogy jönnek a coinok, -ok, vagy a tokenek, és ugye később lehet, hogy a robotokat is tök jó áron el lehet adni, bár én mondjuk szerintem nem fogom eladni, mert, mert én így ezt a passzívos részt támogatom inkább, Amennyiben meg akarjátok nézni, és a csapathoz szeretnétek tartozni, a videó alatt megtaláljátok természetesen a linket. Ami fontos, hogyha a linken keresztül szeretnétek jönni, akkor miután rákattintottatok a linkre, utána ugye be fog dobni ide az oldalra, azonnal kössétek össze ezt a Wisepap oldalt a, a kis Metamask vagy Binance Smart Chain walletetekkel, tehát az csak úgy itt a jobb felső sorokban rákattintva, tudjátok, az kb. három kattintás, mert hogyha már itt elkezdtek mászkálni itt a menübe, akkor ugye ezt elfelejti a, linkes dolgot, és akkor, akkor úgy már nem fog, nem fog ide csatlakozni, ezt megköszönöm nektek, hogyha ezt megcsináljátok. Üh, igazából ennyi lett volna, bármilyen kérdés van, vagy akármi, akkor jöhet Discordon, vagy kommentbe, vagy akárhol. Lesz szerintem még majd részletesebb videó is erről, amikor lehet, hogy majd megmutatok egy, veszek egy egyes robotot, és akkor azt is megmutatom, hogy fejlesztettem föl, bár szerintem nem, nem olyan bonyolult, hogyha így megnézitek, Ö, meg még szerintem kitalálok majd egy-két dolgot, amit részletesebben bemutatok. Ha tetszett a videó, és szeretnétek még hasonló tartalmakat látni, kérlek, iratkozzatok föl, nyomjatok egy lájkot, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!